A két csapat az elmúlt években rendre szoros meccset vívott egymással, hol az egyik, hol a másik együttese vára billent a mérleg nyelve. A mostani rangadón a hazaiak a vártnál pici szerényebb őszi szereplésen szerettek volna kozmetikázni, a Kölcsei pedig folytatni akarta jó sorozatát. Ezúttal azonban elmaradt a nagy csata, a Máté Szalka szünetben már 6 góllal vezetett, és végül 11 gólos sikert aratva ünnepelhette 10. győzelmét Vakarcs Krisztina együttese. A Máté Szalka csapata egy nagyon komoly motivációval lépett pályára. Vakarcs Krisztina edző, játékos edző az együttesét úgy küldte a pályára, hogy itt más eredmény nem született, csak a győzelem az elfogadható. Általában az edzők így küldik a pályára, de azért tudjuk, mindig van egy hazai pályának, egy presztízs mérkőzésnek egy ilyen plusz energiával ellátott háttér gondolata is. Ezek a lányok itt most fölmentek, hogyha a statisztikát megnézzük, akkor azt láthatjuk a Máté Szalka tekintetében, hogy aki pályára lépett mezőnyben, az mindenki lőtt gólt. Ez már egy komoly történet a motiváció szempontjából is. Persze voltak kiemelkedő teljesítmények, mint Márkus Peóniáé, aztán a Kisbrigié, a Deme Fannié, aki gólok tekintetében azért jobban hozzájárultak a győzelemhez, de én kiemelném Tóth Vivient is, egy nagyon fiatal ifjú titánunkat, palkezes, akinek szerintem ez volt a legjobb mérkőzése, mióta itt Máté Szalkán nálunk szerepel. Hadobás István, a Kölcsei díjas edzője szerint ezúttal csak ennyire volt képes a sérülésektől megtizedelt diákcsapat. Sportban nincsenek véletlenek. Természetesen mi nagyon szerettünk volna ennél sokkal jobb eredményt elérni, de az adott helyzetben nem sikerülhetett. Nagyon sok nehézséggel küzdünk, rengeteg sérültünk van. Van, aki éppen csak edzés nélkül visszatért és úgy játszott mérkőzés, többen is kéztörésből, csuklótörésből, kisújtörésből. A legjobb védőjátékosunk pályára sem léphetett. Kelemen Grétának a válla rendszeresen kiugrik, Gyimes Illolának keresztszallag szakadása van, és sorolhatnám még az egyéb meghűléses betegségeket, úgyhogy sajnos nagyon jó kezdtünk, de a végére nagyon elfogytunk, úgyhogy nem sikerülhetett jobban ez a mérkőzés. A tabella élén a Vitka SL 24 ponttal, megelőzve a 22 pontos Hajdúböszörményt és a 21 pontos Máté Szalkát. A Kölcsei DS-e 20 ponttal az 5. helyen várja a folytatást. A Kölcsei vasárnap az Ózdot fogadja, a Vitka SL pedig Miskolcra látogat. A Máté Szalka szabadnapos lesz ebben a fordulóban.